Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a digitális vagon világításaim beállítását és címzését fogom nektek bemutatni. Jöhet is a kérdés, hogy hát a címzésen mit lehet bemutatni, holott nagyon egyszerű CV1-be be kell állítani egy címet nekik a Kis programozó vágányunkon, azonban a vagonvilágítások, mivel nem tartalmaznak motort, ezért egy picit máshogy viselkednek, mint mondjuk egy mozdony, amit viszonylag egyszerű felprogramozni. A vagonvilágításoknál, ugye pont a motor hiánya miatt nem mindig kap olyan Visszajelzést a központ, hogy sikerült-e a beállítás. Körülbelül a dokumentációk szerint olyan 60 milliampernál van az a visszajelzési küszöbérték, amitől fölfele már a legtöbb központ elfogadja azt, hogy sikerült a kocsi címét beállítani, vagy a felhelyezett járműben a dekódért címét átállítani, alatta viszont teljesen lutri. A Z21, a fehér z 21 olyan 40 mA körül már reagálni szokott a dolgokra, és ezzel a legtöbb digitális kocsivilágítási panelt föl lehet probléma nélkül címezni, azonban előfordulnak olyan esetek, amikor egyszerűen hibát, errort dob ki. Jön a kérdés, mit lehet ilyenkor tenni, nem tudjuk felcímezni a kis kocsivilágításunkat. A válasz viszonylag egyszerű, hiszen ilyenkor, hogyha megnyomjuk az OK gombot a kis kézi akkor tovább fog lépni a programban a központunk, és sikerülni fog a kocsi címbeállítása. Vannak alternatív megoldások is, például fölhelyezhetünk a Pályára a kocsink mellé egy mozdonyt, aminek ugyanúgy a kocsival együtt be fogjuk állítani a címét, majd utána visszaállíthatjuk a korábbi címre. Nekem van egy ilyen kis hobbi, Taurusom, őt szoktam használni az alagútban rekett járművek kivontatására, illetve például ilyen célra is. Oda lehet tenni szépen a vagó mellé, és akkor együtt már sikerülni fog a címzés. Ugye a mozdony dekóder megfelelő terhelést fog visszaadni a központ felé. A cím beállítása után én elszoktam végezni még a különböző fénybeállításokat is a járműveimbe. Az egyik, amit beszoktam kapcsolni, az a legtöbb dekóder gyártó, mint a bemutatott háttek világítás panel is támogatja, az a fénycső effekt. Ezzel az effekttel nem csak felkapcsol a világítás, hanem így megvillogtatja az elején, minthogyha ténylegesen egy fénycsöves világítás kapcsolna be az adott kocsiban. Különböző látóknál ezt különböző módon lehet beállítani, de a legtöbb esetben megoldott mindegyik világítás panelnél az, hogy lehessen ilyen effektet kapcsolni. A másik, amit beszoktam állítani a dekódereken, hogy én nem szoktam külön kapcsolgatni minden egyes világítás szekciót egy kocsiba, tehát mondjuk nem szoktam külön a folyosót, a fülkéket, illetve ugye a peronvilágítást, hanem én azt szeretem, hogyha egyszerre egy funkciógom megnyomásával be lehet kapcsolni őket. Ehhez szintén érdemes megnézni ugye a dekóder gyártónak a dokumentációját, amit adott a dekóderhez, és az szerint föl lehet ezt programozni. Jellemzően F1-től F28-ig szinte bármelyik funkciógomra rá tudjuk pakolni tetszőlegesen, a Világítás bekapcsolását, sőt, akár irányfüggően is lehet különböző dolgokat beállítani. Én például irányfüggően állítottam be a fekvőhelyes kocsiknál az éjszakai világítást. Ez azt teszi, hogy amikor bekapcsolom őket, akkor alapvetően a nappali fény fog világítani. Ugye bekapcsolásnál mindig az előre üzemmódban van a kocsi, és hogyha rálépek arra az adott kocsira, és eltekerem a kis irányváltót a hátra a másik irányba, akkor pedig át fog kapcsolni az éjszakai fényre, ugye a folyosón végleg égni fog a kis Kék színű fény, illetve a peronvilágítások égve maradnak. Ezek mellett lehet dimmelni is a kocsik világítását. Ez azt jelenti, hogy ha túl erős nekünk az a fény, amivel a kocsik világítanak, ezeket jellemzően lehet kapcsolni, lehet állítani, szintén CV-kkel külön-külön is, akár kimenetenként. Itt a most bemutatott panelben is én általában visszaszokna egy picit venni, nem nagyon egy. 15-ös sor ilyen 12-13-as környékére egy picit visszaveszem, hogy ne világítson annyira. Nyilván ez függ attól is, hogy milyen belseje van a kocsinak, például az NMI kocsikon, ahol sokkal sötétebb az üveg, ott általában a teljes fényerőt szoktam hagyni. Itt ezen az Ákme kocsin egy picit visszavettem. A dekódereket egyébként a címbeállítás után jellemzően lehet viszonylag egyszerűen POM üzemmódban is írni. Ilyenkor ugye nem szükséges az, hogy plusz terhelés legyen a pályán, lehet akár a egy kis programozóvágányunkon pomüzemmódba írni őket, vagy akár fönn a terepasztalon is lehet pomüzemmódba írogatni őket. Ugye ilyenkor csak ezeket a finom beállításokat tudjuk elvégezni, a dimmelés, a funkciókiosztás, illetve a fényeffektnek beállítása, valamint ugye CV-29-ben a különböző paraméterekkel tudunk játszani. Arra kell figyelni, hogyha több kocsit raktunk egy azon címre, és ugye a funkciókkal válaszgattuk szét őket, tehát mindegyik kocsi egy adott funkcióra kapcsol be. Akkor érdemes arra figyelni, hogy a funkció mappingnél, hogyha szeretnénk változtatni, akkor csak az az egy kocsi legyen fönn a pályánkon, amit szeretnénk programozni, különben ugye az összes többi kocsi is ugyanarra a beállításra fog programozódni, mint ami a pályán van. Ha külön címeket használunk minden kocsihoz, akkor nyugodtan lehet a programozó vágányon történt címbeállítás után szépen akár a pályán is, akár menet közben is POM üzemmódba állogatni a fényerejüket, állogatni ki lehet próbálgatni a különböző effekteket, illetve hogy a funkciógombokkal is tudunk variálni. Z21-nél, hogyha a pályára helyezzük a dekódert, ugye jellemzően a vásárolt világítás dekóderek ugye a hármas címre vannak beprogramozva gyárilag, akkor lehetőségünk van arra, hogy POM üzemmódba a címet is át tudjuk írni. Szóval, hogyha van egy hármas címen lévő járművünk, akkor ennek a címét meg tudjuk változtatni, át tudjuk írni egy tetszőleges címre úgy is, hogy fönt van a pályánkon, nem kell leszedni. Ennek az az alapkövetelménye, hogy a hármas címen ne legyen semmi más, tehát ehhez fenn kell tartanunk ugye ezt a hármas címet. Én is úgy állagattam be a dekódereimet, a mozdonyaimat a pályán, hogy a hármas cím az mindig szabad, pontosan ebből a célból kifolyólag, hogyha akár mozdonyt, akár kocsit kell föltenni, akkor nem kell leszedni hozzá a programozóvágányra, hanem akkor nyugodtan föl lehet programozni egy adott címre. Ilyenkor arra szoktam ügyelni, hogy először az eredeti hármas címén elvégzem a különböző beállításokat, tehát a funkció elvégzem a dimmelés beállítását, a fényefektek beállítását, és a legvégén teszem arra a címre, amit kiválasztottam neki. Jellemzően ugye azért, mert nálam több kocsi ugyanazon a címen van, és akkor így nem piszkálok bele a másik hasonló címen levő kocsiknak a beállításába. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!